Tisza-Szentmiklósi összevont osztály tanulói már nagyon várták a csodasorok érkezését. Kedves kis műsorral köszöntötték a csomaggal érkező vendégeket. Nagyon vártuk a feladatokat, igyekeztünk minél szebb munkákat készíteni. Titokban reménykedtünk, hogy nyerni fogunk. Nagyon örülünk a sok szép ajándéknak. A kisdiákok nagyon készültek a versenyre, odafigyeltek a feladatokra, aminek második nekifutásra meg is lett az eredménye. A heti főfeladathoz tartozott minden nap egy feladat, amit vagy képzőművészeti alkotást kellett nekik elkészíteni, vagy pedig egy pár mondatba be kellett számolni arról a történetről, ami a főfeladathoz tartozott, valamint minden nap volt 4-5 kvíz kérdés. A csodasarkot elsőként a csapatban egyedüliként versenyző 17 Tisza-Szentmiklósi alsós kisdiák kapta meg. Itt egy nagy összefogás valósult meg, az az összefogás, amiről ugye nagyon sokat beszélünk a mindennapokban, de itt a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy az alsós diákok együtt, egy csapatot alkotva együtt játszottak, és így lehettek ilyen eredményesek. A legsikeresebbek ezúttal a vajdaságiak voltak, hiszen az ajándék csodasarkok több mint fele, összesen 21 délvidékre került. Külön öröm számunkra, hogy még nagyobb számban kapcsolódtak be most a szórmány településekről az általános iskolák, illetve az óvodák. Az imént nem említettem például Magyar Csernyét, ahová szintén egy csodasarok fog érkezni. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által életre hívott Miénk a város elnevezésű 4 hétig tartó játékában idén mintegy 2006-tól 10 éves gyerek vett részt az egész Kárpát-medencéből.